hétvége és a mai nap legfontosabb híreivel jelentkezik híradónk. Köszöntöm nézőinket! A koronavírus járvány idején nincs lehetőség arra, hogy megemlékezéseket tartsanak. Ezért dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Áldozó Tamás polgármester és a Pápai Huszár Egyesület vezetőségének tagjai vasárnap délután némam főhajtással emlékeztek a Doni katasztrófa 78. évfordulójára az Eszterházy úti II. Világháborús emlékműnél. A II. Világháborúban 1943. január 12-én kezdődött meg a Vörös Hadsereg támadása a Donkanyarban. A magyar katonáknak, az orosz és a német katonákhoz képest hiányos felszerelésben, többszörös túlerővel szemben, fagyban, embertelen körülmények között kellett tartani magukat. A harcokban a II. Magyar Hadsereg kötelékébe tartozók közül mintegy 130 ezeren estek el, sebesültek meg vagy kerültek fogságba. Dr. Áldozó Tamás polgármester a médiacentrum kérdésére úgy fogalmazott: fontos, hogy a kontinuitás ne szakadjon meg. Lehetnek nehéz évek, de akkor is emlékezni kell. A védelmi intézkedésekről szóló rendeletet február 1-ig hosszabbította meg a kormány. Ez többek közt azt is jelenti, hogy a Várkertfürdő termálegysége ebben a hónapban sem fogadja vendégeit. Az éttermek, kávézók továbbra is csak elvitelre dolgoznak. A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjében nincs változás őszóta. Erről dr. Nagy Krisztina jegyző nyilatkozott stábunknak. A védelmi intézkedésekről szóló rendeletet február 1-ig meghosszabbította a kormány. Ugyanazok a szabályok érvényesek, amiket az elmúlt hónapokban megszokhattunk. Dr. Nagy Krisztina jegyző elmondta, hogy ez a polgármesteri hivatal életében sem jelent változást. Az ügyfélfogadást továbbra is korlátozott formában tartják. A személyesen intézendő ügyekben biztosítjuk az ügyfélfogadást első sorban, de vannak olyan ügyfelek, akik ügyintéző osztályvezetővel történt megbeszélés alapján bejöhetnek a polgármesteri hivatalba. Az aulában alakítottunk ki ügyfélfogadás számára helyiséget, ahol a biztonsági intézkedések maximális betartásával nyilván a maszk használat, a kézfertőtlenítés és a távolságtartásra vonatkozó szabályok betartásával az ügyfélfogadást intézzük. Üresek a medencék a Várkertfürdőben. A termálfürdő teljes mértékben zárva tart. Az uszodában a versenysport lehetőségét biztosítják, a gyógyászat működik, de a betegek létszáma lecsökkent. Nagy Zsolt vezérigazgatótól megtudtuk, hogy számítottak a korlátozások meghosszabbítására, de gazdaságilag komolyan érinti a társaságot. Az árbevételünk több mint 200 millió forinttal kevesebb volt, mint az azt megelőző évben. Ez százalékosan egy ilyen 60%-os szinten teljesült, és hát a vendéglétszámban is nagyon komoly visszaesések voltak. Az elmúlt években elmondhattuk, hogy 250-270 ezeren is ellátogattak a fürdőnkre. Idén ez bőven 100 ezer alatt maradt, nagyságrendileg 90 ezer vendéglátogatottság volt. Marad az elviteles kávé is. Horváth Dorina kávézó tulajdonos elmondta, hogy a forgalomban csökkenés mutatkozik, de a törzs vendégek kitartanak, hisz napi rutinjuk része a kávé. Sokan szeretnének most már helyet foglalni, főleg ilyen hideg időben egy kicsit megmelegedni. Nyilván van csökkenés a forgalomban, de azt gondolom és azt látom, hogy mivel mi az kezdetektől fogva ugye elvitelre is adunk kávét, tehát nekünk ez a profilunkba beletartozik, ezért nem volt akkora különbség. Ezen kívül a közterületi maszk használatra vonatkozó önkormányzati rendelet továbbra is változatlanul érvényes. Többek között az üzletek parkolójában, a posta, iskolák, bölcsödék, óvodák, gyógyszertárak bejáratánál kötelező a maszkot viselni. Ma délután a Városgondnokság megbízásából kivágtak egy veszélyes platánt a Várkertben, a volt uszoda helyén épült parkoló közelében. A 2 méter törzsát mérőjű platán lombkoronája erősen sérült volt már, törzsének belseje teljesen elkorhadt, vagyis a fa életképtelen volt, ugyanakkor rendkívüli balesetveszélyt jelentett az arra járók számára. Az öreg platánt külső vállalkozó bevonásával vágták ki. Bakó Istvántól, a Városgondnokság intézményvezetőjétől megtudtuk, a fa azon részeit meg alkalmasak rá, szociális tűzifaként rászoruló pápai családokhoz juttatja el az önkormányzat. Sokkal több jó ember van, mint gondolnánk, mondta a 2020-as év kapcsán Murai Lajosné, a második esély állatmentő csoport vezetője. Törzsökhegyi menhelyén tényleg második esélyt kapnak a kóbor öreg beteg állatok. Mérhetetlen szeretettel és türelemmel gondozza őket, s ezt a szeretetet és türelmet látva sokan támogatják őt. Adományok, ajándékok,
Jó szó is dicséret, valamint számos megmentett négylábú élet. Ez a tavalyi év mérlege a csoportnál. A második esély állatmentő csoport Törzsökhegyi menhelyén nem kell csengő. Jelenleg 18 kutyus jelez, ha vendég érkezik. Márpedig abból van bőven, hisz nagyon sokan látogatják meg, ajándékokkal megrakodva Murai Lajosnét. Sokszor leírtak a könnyeim, mert olyan szeretettel hozzák az adományt. Végül is látják azt hiszem a munkánkat, meg a sok kis rászoruló állatot. Úgyhogy nagyon aranyosak, nagyon. Jelenleg 18 kutya és 21 cica él Murai Lajosné védőszárnyai alatt. Rengeteg kis idős állatot mentünk, cicákat, tehát amputált lábú, félszemű, tehát zömmel én azokon szeretek segíteni. Időseknek adunk egy második esélyt még. Úgyhogy 12-13 kutyusunk van, akik 10 év felettiek. Új évkor nem nőtt a létszám a Törzsökhegyi telepen. Az állatvédők tapasztalatai azt mutatják, hogy szilveszterkor sok kutya menekül el a petárdázás számukra rendkívül rémisztő hangja elől. Idén azonban jobb volt a helyzet, mint az előző években. Takács és Gyarmat között találtak pulit, egy nagyon kedves hölgy óvára jött haza szüleihez, pápára kérte a segítséget, elhozta, megnézettük a csippet, Lénár doktor úr megmondta a gazdit, aztán délután jött is érte, és nagyon-nagyon örült. Nagyon. Mondta, 12 éves a puli, még soha nem szökött el, de a szomszédba tűzijátékoztak, vagy petárdáztak, nem tudom, de nagyon örült. Akkor volt olyan, akit nem lehetett megfogni, sajnos, úgyhogy, de több azért gazdihoz jutott, mert általában azért csippesek. Most szerintem nem volt olyan rossz az ábra. Murai Lajosné elmondta, hogy a fiatal, egészséges kutyusok nagyon hamar gazdira lelnek, a beteg öreg négylábúakat ritkán akarják örökbe fogadni, de nála mindig lesz számukra hely. 10 évvel ezelőtt, 2011-ben alakult meg az SK társulat Embarga Veronika kezdeményezésére. A pápai amatőrszínjátszás ismert személyiségei fogtak össze, és miután sikerült kiválasztani az első darabot, nagy lendülettel vetették bele magukat a próba folyamatba. A pletyka hatalmas sikert aratott, melyet aztán még számtalan remek előadás követett. Az utolsó bemutatójuk tavaly februárban volt, a Kész Kabaré című összeállítást láthatta a közönség. A vírushelyzet a társulat tagjait is próbára tette, de reménykednek egy tavaszi premier lehetőségében. 2012. márciusában mutatta be az SK társulata pletykát, mellyel egy csapásra a pápai közönség kedvencei lettek. Lelkesedésük, elhivatottságuk egyértelmű volt. Igen, ezt úgy éreztük, hogy hatalmas siker volt, és valami olyan feeling jött vissza, hogy azért a felnőtt színjátszásnak mégiscsak van itt helye Pápán, különösen akkor, hogyha ezt mi csináljuk, mert azt hiszem, hogy mindannyian nagyon jól éreztük magunkat a próba folyamatban is, és az előadások után is. Minden évben újabb darabban jelentkeztek. Black Comedy, Szent Iványi álom, Játék a kastélyban, Jövőre veled ugyanitt, csak hogy néhányat említsünk a nagy sikerek közül. 2020-ban Agatha Christie Ítélet című színdarabjával foglalkoztak, a főpróba jól sikerült, a premier 2020 novemberében lett volna. Tulajdonképpen a darab kész. Bemutató előtt álltunk, terveztünk néhány bemutatót, amit a Pegazusban tartottunk volna meg, de nyilvánvalóan a mostani helyzet ezt nem tette lehetővé, és hogy a csapat ne menjen széllyel, és folyamatos legyen a munka, úgy döntöttünk, hogy továbbra is tartjuk a kapcsolatot a próbáinkon. Pozitív teszteredmények és több karantén is tarkította a próba folyamatot, de azért aki tud, mindig ott van a próbákon. Egy tavaszi bemutatóban reménykednek az SK-sok, és tervezik azt is, hogy valamiképp megünneplik a 10 éves jubileumot. Hírműsorunk végén következzen az időjárás jelentés. Kedden keleten, délkeleten szállingózhat a hó, majd délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és késő délutántól a nyugati határnál havas eső, hó is hullhat. Ezt megelőzően több órás napsütésre számíthatunk. Északon és nyugaton megélénkülhet a délnyugati szél. Hajnalban -9-1, délután -1+4 fok várható. Szerda reggelre több helyen is kialakulhat havazás, hózápor, máshol kisüt a nap.
Feltámad az északnyugati szél, többfelé erős, viharos lökések is lehetnek. Nappal mínusz 1 plusz 5 fok között alakulnak a maximumok. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!